Üdvözlet! Innen a Gróhítróról. Éppen. Két kis facsemete mellett áldogálunk. Siratjuk azokat a plafánokat, akik jóval előttünk születtek és éltek ott, ahol voltak, és most már szépen mennek a sírba lassan. Mondom, végig kell majd nézni, ahogy megpusztulnak, ahova átvitték őket, mert még sokan biztos elhiszik, hogy ez segített nekik, hogy átemelik őket a helyükről. Mert nyilván útban vannak a fák egy parkban. Azért ez elég beteg már, ez ilyen Monty Python szintű dolog, hogy nem jó ez a park, mert útban vannak a fák. El kell őket vinni onnan máshol. Hát veszélyes az. Ezért rád dőlhet valakire. Rád dől a fa, megcsap a fa. Ez elég ciki, hogy ez besikerült, gondolom, de lehet, hogy ez fog segíteni abban, hogy a többi fát meg lehessen védeni. Mondom, le kell követni, hogy hova vitték őket, és figyelemmel kísérni, hogy hogyan nem működik ez a gyors átültetgetése egy 150 éves fának. Igen, nekem most egy kicsit Cathy jutott eszembe, amikor a Cathy-li erdőt védtünk, és emlékszem, hogy hát ez egy 5 hónapos protest volt, és emlékszem, amikor egyetlen egyszer, minden alkalommal hajnali 6-kor felkeltünk, és visszadobáltuk a kerítéseket, mert folyamatosan a munkások bepróbáltak menni az erdőbe, hogy még többet tudjanak kifágni abból a 2000-es erdőből, és egyetlen egyszer sikerült nekik, és kivágtuk 6 fát, 6 csemete fát, és jól megsirattuk azokat a fákat. Tényleg annyit. Igen, azok a kerítések vannak a ligetben is. Valóban borzalmas. Ezt a egy az egyben ugyanazok a kerítések vannak most ott, és ugyanúgy tanulják az emberek, hogy kell gyorsan szélbontogatni, meg bárkolak. Harris Fencing. Szerintem azoknak a cégeknek a legjobb mostanában, akik ezeket a kerítéseket kölcsönzik az építőknek. Mindenesetre ezt a két kis kesztenyefát, ezt a magyar ligetvédőknek fogjuk ajánlani, és egy ilyen kis pici táblával el fogjuk ültetni annak emlékére, hogy ezt a két kis platánfa elveszett. Kicsit nagy. Az a két 150 éves platánfa elveszett, igen. Hogy kérdően ezt tudjuk. Én ennyiről tudok most per pillanat, mert ennyi jött el. Sikerült egyébként kiküldeni a nemzetközi hálóba azt, ami ma történt, meg tegnap. Úgyhogy most már a világ azért figyel megint. Eddig is figyelték a helyzetet, csak eddig meg nem voltak ilyen csúcspontok annyira egy ideje. De vannak visszajelzések külön országokból, Ausztrálián, Amerikán keresztül a németek is figyelnek, ami azért jó, mert ugye a német cég az, akiket felbéreltek a Viktorék, hogy jó sok adófizető pénzért transzplantáljanak fákat. Úgyhogy de szóltam a németeknek, hogy valamit segítsenek, de ott éppen a G20 van, mondjuk arról is nem át tudni. És minden erővel az aktivisták a G20-at próbálják blokkolni. Egy eléggé kemény most a helyzet a világban. Egyébként nem tudom, hogy azt figyeltétek-e, hogy Csernobil kigyulladt nemrég. Nem tudom, hogy eloltották-e, de avar tartotta, hogyha jól tudom, ott lenne a radioaktív cuccokat. Mert nem nagyon bomlott le az avar. Hogyha a keletről jön a szél, akkor nem nagyon legyen senki zöldséget. Meg semmit. Szerintem az lehet, hogy nagyon nem lesz jó. És én is veszem Alaszka is megint nem nagyon viseli jól magát, és Szibéria egy iszonyatosan nagy erdőtűztomból Szibériában. 30 fokon felül van a hőmérséklet, és 10 000 éve állítólag nem volt ekkora, majd hogy mérik, hogy 10 000 éve volt, ki mesélte, hogy volt ilyen, de ezt mondták per pillanat, de ilyen nem nagyon volt szerintem soha, hogy Szibéria ilyen szinten lángolt, maximum tudom én, több millió éve. Hello. Úgyhogy nem a legjobb a helyzet. Itt Angliában még tök jó, mert itt az egyetlen hely szerintem, ahol élvezni lehet a klímaváltozást. Vizadunk, mint a állat, de az angolok legalább nem kell, hogy Spanyolországba menjenek, elég, hogyha itt maradnak. De mindenhol máshol viszont ég a föld. Ahol meg nem ég, ott meg árad. Ahol meg nem árad, ott ránk. Úgyhogy valamit kéne csinálni most, mert minimum most, hogyha nézik a elvtársak odafönt ezt az adást, akkor ez egy nemzetbiztonsági probléma. Hogyha ez nem az, akkor semmi. Tehát... Ha már itt vagyunk, így meghívást szeretnék átadni a ligetvédőknek. Nemrég indult a Solidaritás Project, ami egy aktivista találkozó,
Az első alkalommal csak Britannia, tehát hogy Britanniából jöttek a turisták, de az alkalommal, augusztus 1-én szeretnénk európai szintűre csinálni. Azt a következő szolidaritás projekt az vagy Kornévaléven lesz megtartva, ahol több ezer van fa veszélyben, az van, hogy kivágás veszélyben az éppen a HSZ. Egy jégkorszak óta ott lévő igen, HSZ-onda, vagy a fracking site-on, amiről biztos hallottatok, egy másik gyönyörű erdőben vízeséssel lesz megtartva, ami szintén veszélyben halt. Tehát, hogy augusztus 1-én, vagy augusztus 1-től augusztus 3-áig lesz a szolidaritás projekt, és nagyon jó lenne, hogyha valaki esetleg ki tudna jönni. A lényeg az, hogy lesz egy szolidaritási val kiállításunk, amiben Európa szeretnén különböző képeket fogunk, különböző fotókat fogunk összeállítani régebbi tüntetésekről, vagy jelenlevő tüntetésekről, projekteknek, amelyek segítségre van szüksége, és az egésznek a lényeg, hogy összekössük egymást. Valamint a másik, hogy Európa szerte különböző aktivistákat fogunk hívni, hogy különböző workshopot csináljanak, valamint hogy megtartsák az aktivista formát, tehát egy nagy találkozót tervezek csinálni. Úgyhogy ez a meghívó most szól. Nagyon jó lenne, ha el tudnátok jönni, mert most nyáron felett. Mennyit tudok hozzátoldani, hogy hálózatosan még el kéne kezdeni civil klímakonferenciákat mindenhol helyben. Meg mondjuk tényleg a Nemzetbiztonsági Tanácsnak se ártana kicsit elgondolkodni, hogy hogyan védjék ki ezeket a dolgokat, mert az erdőtűz, meg a szuperviharok, meg a vulkánkitörések, meg a hőhullámok, ezek nem jönnek letelepedési kötvénnyel, meg nem nincs náluk paszport, meg nem állnak meg a kerítésnél. Úgyhogy fasza az a kerítés, most már áram is van benne, képzeld el, hogy jó, fasza a taps. De a valódi problémákat nem tudja kivédeni. Márpedig azok az emberek, akik azon át akarnak jutni, ezek miatt a problémák miatt próbálnak olyan helyre menekülni, ahol még életben maradhatnak. Csak egy kis házi feladat. De valahogy mindenhol kéne hálózatban klímakonferenciákat csinálni helyben. És aki tud, az ide is nem ártam, hogy eljön egy kis továbbképzésre. Nyilván Soros György fizeti az egészet visszamenőleg 6 évre. Csak még nem jött meg a csekk. Na, köszönjük szépen, ja. És akkor próbáljuk megvédeni a bolygót magunktól, hogyha lehet. Információért a Solidarity Project-jel, hogyha beírjátok a Facebookot, The Solidarity Project, egy hashtag The Solidarity Project. Szolidaritás akció. Védjék a fákat, védjétek a fákat. Ja, kitartást mindenkinek, és hajrá, Ligetvédők. Csáó. Csáó.